Előttem az ágyóját? Azt hiszem igen. Más kárt nem nagyon okoztam benne, attól tartok. Például az eltalálásával is gondok vannak. Az ellenséges csapat becsurog a bázisunkra, az FP meg csak szambázik itt nekünk. Nagyon jó. De miért vagy itt? A legrosszabb helyen van az ellenség. Kész lehetünk. Rájuk. Hopp, annak a célkeresztje vagyok, kétségtelen. Édes. Magasságos. Valaki megsebezte az FP-t a spottomból. Minden oké játék? Biztos vagy tőle? Most mi nem is fogjuk látni, hogy befoglalnak, vagy... Mi volna az elképzelés? Legalább az elszázott... Láthatom. Fantasztikus! Legendás. Van ott még egy FP. Csak hogy jó legyen nekem. Nem mintha érdekelne. A felkelő nap tankja vagyok. A felkelő napot nem lehet megállítani. Megállítás nem a legjobb szó, keresztem valami más, mondjuk, nem is tudom kioltani. Valami, amit feltételező, hogy ragyogok, és azt nem lehet, nem lehet véget vetni ragyogásomnak. Szevasz. Kell a prémium AP arra az 50 Béla oldalról, ne kérdeztek hülyeségeket. Persze, hogy kell. Mindent tettem indokolt. Te vagy? Te vagy. Sohadék. Ezt a kerítésnek jól megmutattam. Én nem tudom, mondjuk elég magas ennek a toronynak is. Ennek a toronynak is a toronya. Igen, a feje. A fejem jó nagy. Új szindróma. Elég súlyos beteg vagyok. Persze annak elég vastag a tornya ugyancsak. Válkozott STVR. És senki nem fogja tudni kipiszkálni onnan, ahol tartok. Beállt őt oda a fene. Ha lenne egy-két repesztőszerem legalább. Ki töltötte fel ezt a tankot mégis? Ez keresztül ment az STV-re, vagy az ott nem lövető pontja. A kravagamban pedig rendesen az idegeimre megy most már. Az egy hit volt? Az a FP-től vagy? S? Mivel lőttek engem mostanában? Mindenre tankolok. 4000-nél tartok. Ahogy a Karavagavalának is adom rendesen. Az a szélfalat. Már a túléli. Itt én vagyok az egyetlen túlélő alkat. Csak ne lenne belőtek kettő. Két átszedetlen fejű svéd csoda. 50B után építették. Tehát az 50B-hez képest semmi. Itt vannak ezek a fejlettebb 50B-k, meg volt az ST valami, ami meghalt valahogy. Nem sebezhetetlen, csak talán trükkösebb, mint az Object 2-63. Ami persze nem jó dolog, de hát...
megvan a hátránya, fel kell rakni magát tüzérmódba, vagy ostrommódba, amikor persze mindennél erősebb, és a francba már ez a random ágyúval. Jajjaj, ha kiterez rajtam, akkor vége, én pedig nem akarok meghalni. Nem akarok meghalni! Erről van szó. Atomra lesz el állam a szükségetek. Nem igaz lesz a végén. Köszönöm szépen! Hát akkor most ő kitalaz rajta, nekem meg már nem lesz lehetőségem hozzájönni se, ugye? Hello! Hello, tesó! Hello, tesó! Mi lenne, ha rád ülnék? Mi lenne, hogyha rád ülnék? Mi lenne, hogyha rád ülnék? Menetirányban jobb oldalt ül a vezető az ovón. Tehát az egyik kupolában. Szóval miket írtál erről? Lássuk, miért van az ahónak mutáns tornya. Lássuk csak. Porker, annyi a sztori, hogyha középütt lett volna a vezető, akkor az előre fordított füllövektől nem tudott volna beszállni. Kettő van neki. Miért nem lehetett szimmetrikus? Két tanon gyűrű beszorította a vezetőt. Valon a vezető, mint általában, és feltétlenül a másik az egyik rádiós a tizenadról. Nem? Nem. Mert rájön, hogy jobb oldalt ül a vezető az ahón. Megnézzük az... a témába vágó tornyokat, amiket érint ez a beszélgetés. Amúgy nyertem megint valamit. Még egy egészségi tag. Jó tudni, hogy ezt el lehet halasztani. Szóval itt az ahó. És ebben ül a vezető? Az meg csak úgy van. De ez miért jó? Tehát innestől kezdve a nagy tornyot nem is lehet használni rendesen. Vagy hát nem tudom, oldalvás kell állni a tanknak, hogy meglőse az ellenséget. Mert nincs még egy ekkora magas tank a világon. Ha csak nem bunkereket akarsz lőni, hanem városfalakat. Lehet ez a cél, lehet, hogy városfalakat akar lőni. Túl opja a tüzös tén is. Hát... ezek mind. Van, az eltudtunk kettőt, roppant eredményesen. Jön, ja, ez is játszanék még egy. Tudjátok, mennyire szeretem a... IKEA 50B-t. Hú, de eredeti. Viking Welfare. Vezetőnek nincsen tornya. Vagy csak benne van egy toronyban, vagy nem igazán értem. Vagy a vezető jobb oldalt ül, torony előtte, meg torony mellette, de minek két torony akkor? A két torony. Minek a két torony? A gyűrűt kergetik? Aj, Svédország, Svédország. Fogalmam sincs, hogy mi a hímészetek, szóval. Nem tudom ezt most itt így kifigurázni. Framåt, till strid! Valamit éjszakra kéne mennem, vagy valami ilyesmi. De egy közepes tartok. Vagy valami ilyesmi. Mondjuk rendesen tele vagyunk pakolva TD-kkel itt. Viszlát a traktor. Hát, hogy majd segélyből visszakod az ára. Hát félre konfitársaim. Bork bork. Az 50P-t már nyuggatjuk. Fienden treffen!
pszika. Megálltam a láncon, ahogy. Ilyesmik miatt. Ez jól összejött. F7. Jó, akkor nem fog biztonságban elengedni. Nem baj, minden esetre én letankoltam, mint egy bajnok, azt a srácot. És akkor itt a végem. Ez egy jó meccs volt. Ti onnan kerültetek így elő? De megint olyan lő ez a... Legalább egyszer, hadd pattanjak már le róla. Csak a tornyomat látja. Annyira jó vagyok, hogy ez valami hihetetlen. Mentségen azt mondom, hogy soha büdös életben nem szoktam ide járni, és ez nem egy olyan mozik, mint hogy eljusson odáig, mint a patton. Szóval teljesen el vagyok veszve. Gyakorlatilag, tehát az oly nincs olyan idegen terepen nekem, mint... Mégis látlak. Mint ezek a ostrom tankvadászok és revolveres mini 50 bék, szóval. Szóval az egyik toronyban géppuska van gyalogságra, miközben a másikban 47 is ágyú a könnyebb szélpontokra. Á, ebben a tankban is éppen esztergálják a lövegbelsőjét. Úgy is van, minden svéd tagnak ilyen a hangja. Én ezért se fogok játszani a svéd tagokat, mert nem tudnám elviselni. De legalább te jól bírod. Mi történt veled? Milyen harcszeri operációkban vettél részt? Szerintem az E4 nem fog rálátni a testedre. Szóval ez a roman pajzs a frontján. Az mi? Háromfős legénység. Akkor az Armored Warfare befolyik egy picit a játékba. Folyik el a botba. Ez a PLS-TV-ér továbbra is megállítatlan. De nem tudom, mit fogsz tudni kezdeni magaddal. 50B incoming. Jön ez egy kravaggal. Azt nem fogod tudni bűvni. És ott a másik. Szóval, ja. Ezek a svéd tankok jól meg vannak csinálva frontból. Meglepő módon. Itt álltok egymáshoz. Nem tudtok egymáshoz szagolni ki, hogy a kravaggal valamit végül belette a fene. Alex a kódszámot. Van egy ilyen elméletem, hogy az oroszokat már csak itt számozzák, mindannyian vagy Alex, vagy igazából mindannyian Alex, és számot kapnak már. Esetleg még... Nem, Alex. Hát, igen. Ott egy lövés, ott egy lövés. Egy picit azért gusztustalan. Hát az IS-4-nek ugye nincsen olyan frontpáncéja az alján, hogy megegye ezeket a lövedékeket és széttépik. Esélye nincs. Nem tudom, hogy mit... Áh, tudok ide. Oké, te se tudsz érteni. Nem, nem, akkor meg kell megyünk. Kravágaaam, mamma. Hát az ország csak vágenszerű valami akarna lenni. És túlbonyolítom. Az ESZ-hez viszont el fogja kapni így. Ott a segge. What? Welfare. Be volt biztosítva. Az már csak TD módon nyomul előre. Szóval ilyen front volt már meg tudja enni ezeket a lövéseket rendesen, csak van egy ilyen is. Az a hú egy páncélott ház.
A svéd tankok olyan újak, hogy éppen töltés közben az éppen szabad legénység belülről rakja éppen össze a tankot. Igen, Bence valóban egy relaxikon, szóval. Kerén is a szomszéd volt. Ki a norvégoktól? Várja az XP? Nem az név. Még itt sem vagyok a legalján. Jó van. Hát... Jó van. Meg hogy be vagy jelölve. Már próbáltalak téged is. Túl jó szél van néha. Nagyon. Ezzel valahogy nyert, igen. Micsoda legendás meccs is volt. De mivel lehet megállítani ezeket a tankokat? Egy FV löveggel, Jakmazer elszenzel. Vagy egy Super Pershinggel, nem szuper ez, de... De ez le... Á! Don't Red on, kell ezzel még egyet játszanom, már ennyire kipingeltem. 113-ról durva, hogyha az előző volt az a 113, ugye? Még a nevüket sem tudom ezeknek a svédeknek rendesen, mert semmi jellem nincsen bennük. Csak a furcsa doboz, igen az a 100, nem az a 103, milyen 113? Milyen 113? A kínai? Nem sok véleményem van róla, egy könnyebb, nem tudom. Na, nagy médium. Így van a fejemben, tudod, mindenkinek biztosan van mindenkinek, nem csak én vagyok, de is. Mindenkinek van a fejében egy ilyen lexikon, vagy... Ja, hát végül is az belső enciklopédia dolgokról. Számomra az 113 az egyszerűen úgy van a fejemben, hogy nagy médium, könnyű hús, könnyű célpont, könnyű páncél, sebezhető, nagy ágyú azzal, vigyázz, picit mozgékony. Ez így hosszú, de rövidebben ez lenne, nyilván nem szavakban megfogalmazva, inkább így képekben, gondolatokban, ami gyorsabban átvihető. Úgy, de belementem ebbe a dologba feleslegesen összetettem. Francba! Tier 10. Lánctalp a sushi bar. És ott itt az ellensúly. Don't fucking tread on me. America! Jó, meleg kell vagyunk. Rá vagyok középre. Te meg a 122-es, 44-et hoztad. Az kifizetődő lesz. Biztosan. Sok sikert. Oh, what the fuck. Kis log. Nem, most nem ment oda az internet, az is valami. A Conqueror-ra mi történt? Valaki bántotta? Hát egyszer meg tudtam lőni. Ez volt egy Kramwagen. Volkswagen. Végül is mégiscsak. Pacer. A végére még csak előbe kerülnek ezek a jó kis viccek. Ehhez mit szólsz? Tudni megöltem valamit. Legalábbis. 17. Kösz. Nem pont ezek ellen készültem, megmondom őszintén. Már te sem bújkál a célban. Nem kell gondolkodnom, hogy hol lőjek. Hát igazából a repesztem még jobban kell célozni, mint bármi mással. Pershing vagy a köcsi. Nem, megresztek el néhány golyó. Egy lövés? Megresztek el néhány golyó. Szóval szóval inkább az. Annyira megijesztettem az 57 heavy-t,
ja, 57-et, az adagozás, hogy halálba menekül, halálra kell. Lassan végzünk, mert nem tudok beszélni. Persze nem tudom, ez kinek probléma, nektek lehet nem. Nekem se kéne, hogy az legyen. Akkor csak strollvidet, csak folytatjuk így. Mint ha mi se történik volna. Totál be van kerítve az ellenséges csapat. Szétlőtt a bar... Tehát, ja, bárhol eltalálom meg, hol. Mindegy, örülök, hogy ügyetem. Eltaláltam. Három 59! Nem tudom, hogy mi a probléma. Mivel volna itt mégis gond? Az STV-jel meg úgyis kezelje az Object 4630. Meglepődnék, hogyha nem. Így lenne. Egyén volt. Tudod, az három, jó van, kemény. Sose tudtál beszélni. Lefokozódik, hogy egy garázs forrosodik az óban, vagy egy egész japán falu. Nem, japán nem épített szuper nehéz tankokat, ez így igaz. Hát, ez egy tökéletes pontszám. Ez csata volt. Harmadik vagyok. Nem tudom, hogy ennél tudunk-e még jobbat játszani. Nem tudom. Három perc, 22 másodperc. Ez egy tankcsata. Te mondod. Ez egy tankcsata. Semmi más nincs is szükségem, mint erre. Szóval, mondtam, ne taposatok meg, mert ez lesz belőle. Mi van még? Jó van. Búcsú meccs, mert tényleg fáradok. Ez itt né. Úgy érzem, hogy igazából lefettünk mindent, amit érdemes a svéd tankokkal kapcsolatban. Tudtok mindent. Most már mehettek akár a TR-10-esig is, ha bírjátok szuklával. Én megpróbáltam. Dün itt lesz, mint lesz mit lőni, mint dolgozni. Ó, és haladunk, elvesztem a beszédkészségemet, és már a telem is elfogyott. Te mit tenne, Zsukov? Néha szétesik egy picit a textúra, ez érdekes. Beakad a játék, és nem tudom, hogy a stream felvétel hogyan fog majd kinézni így. Nem nincs időnk ezen rágódni. Irány a front vonal. De hol? Elmehetünk éjszakon arcon köpni az ellenfeleket. A könnyebb járművekkel megpróbálkozni. Vagy mehetünk de a nehéz tankokkal. Az ellenség nehéz tankok is ott lesznek, szóval én inkább megpróbálkozok azzal, hogy elmegyek éjszakra arcon köpködni őket. Talán összejön, talán nem, nincs semmire garancia, de én valahogy ezt életképesebbnek érzem most. Itt fedezéket tudok bújni, mint hogyha rendes nehéznek lennék és ide mennék, az azt feltételezni, hogy van páncélom, hogy tűrjem lövések között azt, hogy lőnek engem viszont, illetve ne húztak legyen a töltésidőm. Mi a problémád? Mi a baj, Jani? Uff, miért lagol így? Hát néha beakad, inkább csak így mondom.
Hát ez volt az ATTP-nk. Itt lesz egy Bulldog, egy CDC. Tetszik. Csak jöjjenek közelebb, és ne halljanak meg, mielőtt egyáltalán a környékemre jönnek. Pótát meg kellett volna hozni ez a melóhoz. A CDC viszont még mindig finom falat, csak érjek fel! Aha, tierekkel van gond. Hát tierekkel nincs gond, tier 8-ig mehetünk. Nem történt semmi. Amit meg elfelejtettem, köszön, hogy szólsz, nem ezzel, nem azzal, hanem egyszerűen csak... Szarul fog kinézni a felvételem, mert mi a piros, nekem meg is úgy tűnik, hogy egy csomó szemet kiolvasni. Nem azért, mert színvak vagyok, egyszerűen csak olyan a minősége. A kék a sokkal jobban látszik szerintem felvételken, különösen amikor ilyen 720 pixelekkel dolgozok, mint most. A CDC elfutott, mert egy gyáva kukoc, nem is vártam többet. És nem tudom, hogy spottoltak-e. Jó volna valaki felderíteni azt az IKBB-t. Vagy az a 7-es! Azt meg tudom ölni egy lövésből. Hol vagy IKBB? Mutasd magad. 15 mm páncél. Lőj meg! Ne szarozz tovább. Hol vagy? Igazán sohasem nem mutatok ott a többieknek is, de hogyha meg tudnának lőni. Csak egy kicsit hadláslak, csak egy kicsit. Sneaky little bastard. A franc. Egyen meg! Te rohadt kis féreg. Te rohadt kis féreg. Ő nem szarozik. De én sem! Hú, ez nem. Mindig van egy nagyobb KV2. Túl sokkal időztem, nem is gondoltam, hogy ez is TD-zik. Ez nagyon jó. Méltó ellenfélet találtam. Ez stokkágyú? Olyan szerencsétlenül néz ki. Annak volt értelme. Szerintem ez egy stokkágyú, jó, hogy csatok évedek. Én nem így emlékszem a természetén 85-am fegyverzetére. Főleg, ha nem ütött be a vézét. Jézusom, de el tudtok kínodni. Hát, nem, a másiknak is... Nem, az más. Vagy nem? Nem tudom. Az bajnokok. Sok sikert. Te vagy az utolsó láncem. Aztán. Nem segít neked az... Nem segít neked. Mária, fel kell állnia. Adj neki időt. Szeretlen. Mi is meg fog halni. Oly, az ilyenekért játszom. Meg persze azért, mert követeljétek rajtam, de hát valami jó nekem is usson már belőle. A kupoláját, főnök. Úgyis. Kicsit simán veszíthetünk még. Van egy OP. 22-es, 44-esünk bizony lenne, de még ott egy Erhelmi, aki hogyha 15 centisre játszik, egy lövésre győzt a kis gagyit. Jön az Erhelminkkel, ez most érdekel. Ez most tényleg érdekes szituáció. Az Emil érkezik az US-hez, egy tárból ki tudja nyomni a szemét. Az US-nek meg fel kell állnia és tűrnie. Vagy hogyha itt tud felállni, úgyhogy az a kis futus. Hát, nem jó helyen álltál föl, van egy olyan érzésem. Ennyi múlik az egész. Dolog. Sikerül rendes helyen feltelepítened a járművedet. Azért 15 centis hatkonomban nem pattant volna le, és talán mint hogy a híd lett volna? Nem tudom, mindenesetre lepattant. Viszont jön tovább Emilke. Ez ott egy baromi nagy lövés. Az elrám besegít ahogy tud, ami nem sok, de ennyit el lett. Viszont még egy kicsibe... Oké. Okay. Mire nem halt?
De a rendes ágyú van rajtad, vagy HD textúra az ilyen röhelyesen vékony átadta a löveget, vagy mi? Igazság szerint most a Successon 244 el mehetne szerintem foglalni, persze feltéve, hogy nem lövik szét, mert mondjuk az Emil olyan okos, hogy ott várja, hogy esetleg arra jön és akkor oldalba lövi, de hogyha nem ilyen okos, vagy ő pont ő fog kerülni, igazából arra gondoltam, hogy megpróbálhatna foglalni. Ú, de gyors! Azt a... Most tudják, hogy ki hol van, csak az Emil mozgékonyabb. Sidescrape Emil! Mire számítottál? Emil Carry. Biztos jó az a tank. Ezek szerint. Na, kivárja már a 9.18-as tesszerűst. Mindig sokan várnak a tesszerverre. Remélhetem. Ha érdekel a dolog. Valószínűleg nem, mert nincsen tele, mondom, milyen fajok is kidépés lesz streambe végzés, hogyha kidépek, és akkor várni kell 2 órát, hogy belépessek, és akkor ezzel intéztem az egészet. De ahogy elnézem, most egyből bedob. Vagy talán annyira mégsem, 1064 ember, de az nem sok. Mindenesetre köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és szerintem most már ledülök, ennyi. Belfér, elég egy életre. Nem láttam biztosítva örökre. Na, gyorsan feldob, ha valaki ki akarja most foglalni a tesszervert, aztán legközelebb majd Steam, vagy volt, vagy más, meglátjuk. Ki lesz jelent Facebookon, meg lesz itt hírva YouTube-on, ezeket a részeket majd feltöltöm, remélem tetszett. És nem tudom, mit lehetne még mondani. Javasoltok játékokat, hogy miket érdemes még játszani, de jön a vizsgai időszak, szóval. Eddig sem voltak túl gyakran streamek, szeretnék gyakran, de nem tudom, hogy fog menni, sajnos. Amikor tudok, akkor itt vagyok, mint például most volt, remélem, hogy jó szórakoztatok, és most már csak ismétlem magam, szóval. Jó, itt. Sziasztok. Bum, jönnek a csörcsedek a bokorba, senki nem látta.